Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és elérkeztünk az Operátoriskola sorozat 30. részéhez, amiben a francia GIGN védekezőjéről, Dokról fogunk beszélni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írj egy kommentet, oszd meg, hogy jusson el még több emberhez, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy a Rainbow Six Siege minden egyes operátorát értékelem egy 1-től 10-es skálán a fegyverkészlet, a gadget és a variálhatóság terén A, B, C vagy D kategóriába sorolom őket, és elmondom, hogy hogyan és miért használj egy operátort. Doc videójából kiderül, hogy ő tapasztalatból azt véli, hogy valójában az életek megmentése nem egy irodában, hanem terepen történik, és néha az egyetlen út egy élet megmentésére, hogy elveszel egy másikat. Nézzük az első kategóriát, ami a fegyverkészlet. Három elsődleges fegyvere van, az SGCQB Pump Action Shotgun, ami azt jelenti, hogy nagyot üt, de lassan tudsz vele lőni. 50 a damage-e, 7 töltény fér bele, amit egyesével rakosgat bele, ami ugye pozitívum, hiszen bármikor lőni tudsz töltés közben is, a recoil-ja pedig kellően kicsi ahhoz, hogy néha becélozva is használd. Én reflex sight-ot, vertical grippet és lézert teszek rá. Ezt a shotgun sokáig nagyon rossznak tartottam, de aztán észeltem vele a favellán, és azóta néha hozom. Körülbelül 8 méterig egyből injuröl, ami elég jó, tehát a kisebb mappokon érdemes lehet egyszer-egyszer hozni. A második az MP5 SMG, ami 29-et sebez, 800 golyót lő ki percenként és 30 plusz 1 a kapacitása, a recoilja pedig közepes. Én holografikkal vagy ékokkal, flash hiderrel vagy muzzle breakkel és vertical grippel ajánlom attól függően, hogy melyik pályán és casualt vagy rankedet játszol. Sokan a játék egyik legjobb SMG-jének tartják, köztük én is, annak ellenére, hogy mind recoilban, mind damage-ben nerfelték ősz elején. És végül a P90, ami 21-et sebez, 970 a fire rate-je, 50 plusz 1 golyó fér bele, és a recoil-ja közepes. Én holografikkal, flash hiderrel, vagy extended barrel-lel és lézerrel használom. Az extended barrel-t akkor ajánlom, ha szeretnél távolabb is sikeres lenni vele, nem csak a közelharcban, amire egyébként ez a fegyver ki van találva. A flash hider-t pedig ugye a visszarúgás csökkentése miatt szoktam használni. A lézer szerintem most, hogy a csík nem látszik már, csak a pötty a falon, így nem annyira adja el a helyedet, mint eddig, így hasznodra válhat. Összességében én az MP5-öt ajánlom, általában, de ha van egy jó elképzelésed egy kisebb mapra, akkor hangulatodtól függően hozhatod a shotgunt vagy a P90-et is. Két másodlagos fegyvere van, az egyik a P9 pisztoly, ami 30-at sebez, 16 plusz 1 golyó fér bele, és muzzle break-kel semmi recoil-ja. A másik az LFP 586 revolver, ami 77-et sebez, 6 töltény fér bele, és óriási visszarúgása van. Mind a kettőt szeretem, amilyen a hangulatom, azt hozom, nektek is ki kell próbálni mind a kettőt, és döntsétek el ti, hogy melyik áll jobban a kezetekre. Két másodlagos eszköze van, egy lerögzíthető pajzs és szöges drót. Változó, hogy melyiket hozom, de inkább a shieldet ajánlom, pláne akkor, ha kezdőbb vagy. Összességében Doknak egy nagyon ütős fegyverkészlete van, lefedi az összes távolságot, van ékogja, igaz a sebzés néha gyengének érződik. Nagy hátránya a Doki bácsinak, hogy nincsen robbanószere, de ennek ellenére is én jónak tartom ebben a kategóriában, így 9 per 10-et adok fegyverkészletre, mert nem túl extrák a fegyverei, de határozottan el tudják végezni a melót. A következő kategória az egyedi vagy elsődleges eszköz, más néven Unique Gadget. Doc esetében ez egy MPD-0 névre hallgató gyógyító pisztoly, amivel távolról is fel tud éleszteni csapattársakat vagy saját magát, és nem 50 HP-ra, hanem 75-re. Ha pedig még nincs leinjörölve az ember, akkor maximum 120 HP-ra tud felhílelni, ami 40 másodperc alatt megy vissza 100-ra. Ha pedig nem hílel 100 fölé, akkor az megmarad, és 40 életpontot tud egy lövéssel adni.
nagyon egyedi gecsit, ugyanis ő az egyetlen így, aki magát fel tudja revive-olni, igaz csak ha van még ilyen tölténye, amiből 3 darab van, emellett pedig az egyetlen, aki növelni tudja az életpontjait számát. Egészen a Skull Rain Mid-Season Reinforcements-ig nem volt lehetősége arra, hogy ezt megtegye, akkor csak a revivalásra volt lehetőség, így sokszor nem mentél semmire ezzel a gadgettel, éppen ezért régen egyszerű dolog volt a Rook elleni összehasonlítása, hiszen Rook bármikor tud segíteni azzal az armorral, Doc pedig a halál széléről tud visszahúzni, vagy tudott visszahúzni, amikor már sokszor késő volt. Szerencsére ezt megváltoztatták, így Docnak egy nagyon jó gadgetje van, hátránya, hogyha önző kezekbe kerül, akkor a csapat nem megy vele semmire. Gadget kategóriára Docnak én egy 8 per 10-et adok. Nézzük a variálhatóságát. 3 armorja és 1 speedje van, ami kempeléshez jó. Ráadásul, ha nem akarsz egy önző pöcs lenni és segíteni akarsz a csapatodnak, akkor elvileg bent kell maradnod a közelükben, bár mostanság senki sem marad bent Sighton, csak Rook üldögél magányosan a túsz mellett. A roamerek random meghalnak, de nyilván 1v4-ben a bent maradót kell lebaszni, hogy miért nem hozta le, na zárójel bezárva. Szóval Doc egy állat, de csak akkor, ha bent maradsz és türelmesen üldögélsz Sighton, ami a futkosós meg egyéb ilyen lehetőségeket szerte foszlatja. Így tőlem Doc erre a kategóriára egy 6 per 10-et kap. És összességében miért használ Docot, ha már megvan, vagy miért vedd meg, ha még nincsen? Azért, mert a fegyverei védőszinten egészen jók, a gadgetje pedig egyedi és újabban már jó is. Ahogyan pedig a számok kihozták, Doc egy 7,7-et ért el a maximális 10-ből, így a nem legjobb A-ba, de a jó B kategóriába került. A legközelebbi részben egy védőről fogunk beszélni, de hogy kiről, azt ti döntitek el. A képernyő jobb felső sarkán található szürke I betűvel jelzett kártyán szavaz arra, akit következőleg látni szeretnél. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el még több emberhez, ha nem tetted volna még meg, akkor iratkozz fel, a legközelebbi alkalomig pedig gaming is fun, és sziasztok!